A Mondó kártyajátékot fogyatékossággal élő gyermekek és társaik számára készítettük. A kártyajáték segítségével a gyerekek játszva tanulhatnak a jogaikról, felismerhetik, hogyha jogsértő helyzettel találkoznak, elsajátíthatják, hogy ezekben mit lehet tenni, kihez fordulhatnak segítségért, nagyobb eséllyel tudják megvédeni magukat és vágnak neki az életnek. A kártyalapok egyik oldalán egy kifejező, megrajzolt helyzetet látunk. Kártyalapok hátoldala. A kártyákon az adott helyzetet magyarázó pontos mondatot találsz gyakorlati tanácsokkal. A kártyalapok bal felső sarkában háromféle jelzés segít eligazodni a helyzetben. Rendben van a szituáció, vigyázz, tennivalód van, ezt nem tehetik meg veled. A kártyák szereplői. A mondó kétféle verzióban készült el. A kislány karakter mellett kerekesszékes kisfiú főhőssel is azonosulhatnak a gyermekek. A témakörök előre haladtával a karakterek felnőnek, és immáron fiatal felnőttként gyakorolják választójogukat, vagy alapítanak családot. A pakliban olyan szereplők is megtalálhatók, akikkel a gyerekek életük során találkozhatnak, mint például ügyvéd, orvos, civil, segítő vagy gondnok. A szétszedhető kártyaformátum pedig lehetőséget ad arra, hogy csak egy adott téma, vagy akár csak egy konkrét szituációt leíró kártya kerüljön a gyermekek elé. Érdemes figyelembe venned a gyermek életkorát, megélt tapasztalatait, képességeit, ismeretanyagát és érdeklődését. Minden egyes kártyalap bővebb magyarázatát megtalálod a mondo.tasz.hu weboldalról ingyen letölthető szülői és pedagógai segédanyagokban. Javasoljuk, hogy a játék kezdete előtt mindenképpen olvasd át a vonatkozó háttéranyagot, hogy a gyermekek kérdéseire válaszolni tudj, és magad is tájékozott legyél.